Hogyan csatlakozik az Agrár Marketing Centrum a minisztérium kampányához, hogy több hal kerüljön az asztalra a családokban? Több és feldolgozott. Még minél jobban feldolgozott, minél jobb hozzáadott értékkel rendelkező hal, ezt képviseljük. A Földművelési Minisztériumnak van egy halfogyasztás népszerűsítő kampánya, a mi tevékenységünk pedig kiegészíti, segíti ezt. Fejből most így el tudom mondani, különböző médiafelületeken népszerűsítik a halfogyasztást. Mi amellett, hogy különböző médiumokban megjelenünk a halfogyasztás fontosságára felhívó üzenetekkel, amellett mi rendhagyó eszközökkel is dolgozunk, tehát olyan marketing eszközöket is bevetünk, amiket nem a hagyományosok közé sorolhatnánk, tehát nem van nekünk is rádiószpotunk, illetve internetes megjelenés, áruházi kóstoltatás, amit még szintén hagyományos eszközök közé lehet sorolni. Ez is nagyon fontos egyébként a kiskereskedelmi láncokban, a vásárlók megismerkedjenek azzal az ízzel, amit kaphatnak ettől a nagyon finom magyar haltól, tehát ez is egy nagyon fontos elem, de ezen kívül az Agrár Marketing Centrum nevű Facebook oldalon egy receptversenyt is hirdettünk, aminek szintén az a célja, hogy minél több módszerével megismerkedhessenek az odalátogató olvasók, és minél több olyan hal ételkészítési módot tudjunk közhírré tenni, népszerűsíteni, ami segíti azt, hogy minél több feldolgozott haltermék kerüljön a vásárlói kosarakba, vagy a hal kerül a kosárba, de utána azt feldolgozzák otthon, és minél ízletesebben, minél sokszínűbben tegyék ezt meg. Ez azért is nagyon fontos, mert hogy ebben az időszakban, a karácsonyi időszakban ugrik meg a halfogyasztás tapasztalatilag, történelmileg Magyarországon. Azt szeretnénk elindítani a jövő évtől kezdődően, hogy bekerülnek ugyanígy a fogyasztás ösztönző kampányainkba a haltermékek, tehát nem csak karácsony időszakban, hanem egész év során szeretnénk ezzel valamilyen szinten operálni, tehát azt elérni, hogy a ünnepnapok helyett talán hetente is ugyanúgy a családi ebéd asztalára kerülhet adott esetben a hal egy kiváló tokhaival például, ami az ünnepek bora. Szintén ez egy üzenet a mostani kampányunkban, kiegészítendő a haltermékeket. Tehát mindenképpen azt szeretnénk, hogyha ez minél többször az év során megtörténne az, hogy feldolgozott vagy nyers alapanyagot vásárolnak, és azt feldolgozás után fogyasztják a családok. A horgászturizmus és a halfogyasztás, én úgy gondolom, igen, csak szimbiózisban él egymás mellett. Mit tesznek önök annak érdekében, hogy az is fejlődjön? Hiszen, hogyha kimennek a családok, kimennek a horgászok a partra, és megfogják a halat, hát javarészt az asztalra kerül utána. Igen, én a Magyar Turizmus Zrt-n belül az agrármarketingért felelek, tehát a turizmus marketing az nem hozzám tartozik, én csak személyes tapasztalatot tudok elmondani, hiszen magam is egy horgász, jelentős horgász környékről származom, a családom, én is odavalósi vagyok. Én azt tudom tapasztalatból elmondani, hogy igen, nagyon jelentős a belföldi horgászturizmus, és a külföldiek körében is egyre szimpatikusabb, vagy egyre jobb célpontnak számítanak azok a helyek, ahol felelős halgazdálkodás folyik, hiszen a halőrzéstől kezdődően a telepítéseken át egészen a különböző használati módoknak a megteremtésén, az mindig az adott területnek halászati joggal rendelkező szervezetének a felelőssége, hogy kialakítsa azt, hogy ez egy vonzó horgászturisztikai célpont legyen. Személyes tapasztalatomat mondom most csak, tehát nem az én szakterületem, ebben nem szeretnék nyilatkozni, de én azt tapasztalom, ahol ilyen felelős halgazdálkodás folyik, megvannak a lehetőségei, a körülményei, megvannak teremtve a halászatnak, horgászatnak, ott ez nagyon népszerű a hazai és a külföldi turisták körében is, és hát azért a természetesen a vendéglátóhelyeknek a számának a gyarapodása is azt mutathatja, hogy és akik haltermékkel jönnek elő, azzal foglalkoznak, az is azt mutathatja, hogy azért erre van kereslet.